Sziasztok, én Renátó vagyok, ez a telefon a kezemben pedig a OnePlus 12, amit a legtöbben igazi flagship killernek titulálnak, ugyanis Snapdragon 8 Gen 3-mal, 1440p-s kijelzővel, Hasselblad kamerarendszerrel, 100 wattos töltéssel támad, és árban viszont kevesebb, mint 400 ezer forint. Ráadásul olyan műszaki finomságok vannak benne, amik igencsak elnyerték a tetszésemet. Egy hetet használtam, ebben a videóban pedig elmondom, hogy milyen, úgyhogy kezdjünk is. A kicsomagolás úgy néz ki, hogy a doboz tetején van egy kisebb doboz, ebben van pár tájékoztató fizetecske, pár OnePlus-os matrica, egy OnePlus-os klubkártya, ez érdekes, no meg a szimtű is ott bújt meg. Alatta a telefon hozzám ebben a fekete színben jött, de egyébként van egy érdekesebb zöld színe is. Alul a töltő, ez 100 wattos, és a hozzávaló szokásos OnePlus piros töltőkábel. Majdnem teljes a csomag, ugyanis töltő az van, tok az nincs, de szerintem ez így is oké. Nézzük a telefon kialakítását. A telefon jó méretes, és egészen nehéz darab, 220 g. A háza alumínium, a hátlap Gorilla Glass 5-ös üveg, az előlap pedig Gorilla Glass Victus 2, rajta pedig van még egy védőfólia is. A telefon tetején van egy hangszóró és egy infraport, jobb oldalon a gombok, lent még egy hangszóró és az USB-C port, illetve a SIM-tárca, a bal oldalon pedig egy háromállású OnePlus-os némító kapcsoló. A kijelző enyhén ívelt, amit én nem annyira szeretek, illetve a sarkokon és az alján egy kicsit vastag a káva egy csúcstelefonhoz képest, szóval azért nem tökéletes. A hátlap és a kamerasziget érdekes, ilyen csillámos felületet kapott, a kamerasziget kialakítása pedig olyan, hogy egyáltalán nem billeg a telefon, hogyha az asztalra lerakod. A vízállóság érdekes módon csak IP65-ös, azaz a fröccsenést azt bírja, de vízbe meríteni nem lehet, ez szintén egy negatívum ezen a szinten. Összességében egyébként remek érzete van, hibátlan az egész, bár egy icipicit csúszós a hátlap, és a kávák, valamint az IP65 miatt nem nevezhető igazán csúcsnak. Ellenben a kijelző, na azaz, 1440x3168 pixel, 510 ppi is képsűrűség, lenyűgöző élességet ad. 6,83 hüvelyke, szóval jó nagy, és nyilván van HDR10+, Dolby Vision és 1 milliárd szín. LTPO 3-as AMOLED, tehát a kontraszt gyönyörű, és a képfrissítés is adaptív, egészen 1 Hz-ig le tud menni, akár a menüben is. Az animáció görgetések egyébként szokatlanul simák. A legtöbb alkalmazás 120 Hz-en fut, olyan is, ami máshol 60 szokott lenni, úgyhogy tényleg elég sok androidos csúcstelefon volt nálam mostanában, de itt a kijelző és a rendszer folytonossága az kiemelkedő. A fényerő az pedig gigabrutál, én nem láttam még ilyen magas értéket sehol, 4500 nit a csúcsfényerő HDR tartalmaknál, de az egész kijelzőre is 1600 nit, ezek azért tényleg eszméletlen magas számok. Nyilván ezekkel a specifikációkkal, meg mondom ilyen fluid megjelenítéssel, nincs is kérdést, kiemelkedő ez a kijelző, bármit is nézel rajta. Azt hittem az S24 Ultra a top idén, de ez is van olyan jó, leszámítva az üveget rajta. Aztán vannak egyébként további kisebb finomságok is, például van egy AquaTouch nevű fejlesztés, ez azt jelenti, hogy vizes ujjal vagy vizes kijelző felülettel sem keveredik meg, mint más telefonok, ez általában jól működik, de nem 100%-os. De van itt más is, például egy újfajta pixel elrendezés van a kijelzőben, ezt ugye nem látjuk, de elvileg sokkal kevesebbet fogyaszt és tartósabb, és van még tovább is, 2160 Hz-es PWM dimming, ez azt teszi, hogyha alacsony fényerőn nézed a kijelzőt, mondjuk éjszaka, akkor nem lesz villódzás, mint más kijelzők esetén, így sokkal kellemesebb a szemnek. Hogy mondjak egy számot összehasonlításképpen, egy csomó csúcstelefon, például az iPhone 15 Pro is 240 Hz-es PWM dimmeléssel rendelkezik, ez 10-szer gyorsabb. Azt hiszem, kicsit kiveséztem a kijelzőt, de tényleg ez top, és ezeket el szerettem volna róla mondani. A kijelző alatt van az ujjanyomatolvasó, ez gyors és pontos, ráadásul jó helyen is van. A hangzás Dolby Atmos képes, nagyon jól szól, hangos, és vannak mélyek is, a magas is szuper, nincsen rá panaszom, illetve van high-res audio, illetve térhangzást és holo audiót is kapunk. Nézzük, mi van a hardware-es oldalon, vannak érdekességek itt is. Az idei csúcs chip, a Snapdragon 8 Gen 3 van benne, ami
tökéletesen simán futtatja a telefont. RAM-ból 12 van, ehhez virtuális hozzáadható még a tárhelyből, tárhelyből pedig 256 vagy 512 giga lehet, a leggyorsabb UFS 4.0 szabványon. De a telefon alapból az energiahatékonyságra van konfigurálva, vissza vannak fogva az órajelek, a proci esetében, ami amúgy elég jó ötlet, mert nem érezni használat közben, viszont az akkubeállításoknál külön bekapcsolható a teljesítménymód, hogyha mégis kéne, úgy megkapod a teljes erőt. Benchmarkokon jön, hogy a különbség a sima és a teljesítménymód között prociban, de a teljesítménymódot bekapcsolva is egyébként kisebb számokat kap, mint az S24 Ultránál. Hűtés szempontjából egy nagyon komoly hőleadó rendszer került a telefonba, még Jerry Rigg is csodálkozott a méretén, amikor szétkapta. 5 rétegből áll a hűtőrendszer, ez a telefon hátrafelé és előre is leadja a hőt, 38.000 négyzetmilliméter felületen, ami elég komoly. A stressztesten ennek ellenére a fele teljesítményét így is elveszti, a Samsung S24 Ultra ugyanezzel a chippel 44%-os stabilitást tudott a teszten, ez 52-t, szóval azért valamelyest jobb, de nem számottevően, viszont cserében nem tűzforró a készülék. A maximum teljesítmény módra pedig alapvetően egyébként nincs is szükség, anélkül is tényleg minden játékot elfuttat QHD-n max beállításokkal, és van egy külön képjavító chip is benne, ami a játékoknál HDR-t is feljavít, valamint további élsimítást is alkalmaz, így hogyha a játékokat max beállításon futtatod, még ez pluszban ráteszi, és nagyon nagy vonalélességet kapsz, gyönyörűen néznek ki a játékok, jobban, mint máshol. Ehhez külön beállítások is elérhetők, hyper felbontás, adaptív képfrekvencia növelés és GPU beállítások fül alatt. Eléggé ott van ez a telefon a hardwareben, nem csak a kijelzőben. És ahogy mondtam, takarékosságra van tervezve, úgyhogy inkább a hosszabb üzemidő, mint az abszolút csúcs teljesítmény a megközelítés, és egyébként szerintem ez egy jó dolog. Aksi van ráadásul egy hatalmas 5400 mAh darab került bele, amivel az üzemidő elég jó. A PC Mark üzemidőteszten flagship telefonokhoz képest nagyon komoly időt futott, és használat közben simán azt érzem, hogy egy olyan 2 nap alaphasználat megvan egy töltéssel, él is például csak 1%-ot csökkent az aksi, szóval, hogyha nem nyúlsz hozzá, akkor nagyjából szinten marad. Ja, és QHD felbontáson használtam, pedig az ugye többet fogyaszt. Szóval tényleg nagyon ott van a szeren, és a feltöltés is egyébként gyors, 100 wattos gyors töltéssel, a töltésgyorsítást is bekapcsolva 29 perc alatt töltődött fel maxra nálam, ráadásul vezeték nélkül is 50 watttal tud tölteni. Üzemidő és töltés terén én abszolút kiemelkedőnek értékelem ezt a telefont. Adatkommunikációban is igazából megkapunk mindent, ami jelenleg elérhető, 2 nanoszim, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 és USB 3.2 Gen 1 a csatlakozó, NFC is van, infraport is van, és természetesen a hívás, valamint a GPS minősége is jó volt. Egyébként 360 fokos antenna rendszere van, szóval ez nem is csoda. Szoftver. Nevében ugye Oxygen OS, de gyakorlatilag ez egy Oppo-féle Color OS pár OnePlus-os skinnel. Android 14 alapon érkezik, és 4 évig lesz frissítve, valamint 5 év biztonsági frissítés jár mellé. Ez átlagos érték, de mondjuk 2 évvel kevesebb, mint amit a Samsung vagy a Google kínál. A rendszerről a kijelzőnél már elmondtam, hogy tényleg eszméletlen sima animációkkal dolgozik, ami nekem nagyon tetszik. Nagyon hasonló más Androidokhoz, de azért van pár dolog, amit a OnePlus másképp csinál, no meg itt abszolút nincsen AI, hiába ez a trend 2024-ben. Alapvetően a szokásos felület van, viszont a kijelzőt felülről lehúzva egy shelf felületet kapunk, ahol pár widget van. Ennek az értelmét igazából nem látom, de szerencsére kikapcsolható, és bekapcsolható helyette a keresés vagy az értesítési panel. Alapból az értesítési panel a telefon legtetejének lehúzásával érhető el egyébként. Van egykezes mód, ami nem csak simán lehozza az ikonokat, hanem akár össze is tudja csoportosítani őket egy kupacra, és ez egy igencsak hasznos feature. Van intelligens oldalsáv is, no meg persze osztott képernyő és lebegő ablakok is. Személyre szabás egy rakat van, az ikonok méretétől és formáján keresztül, vagy akár az átmenet animációk, még az ujjlenyomat animáció is átváltoztatható, ráadásul az ujjlenyomat gomb intelligens gyorsindító is lehet, hogyha rajta tartod az ujjad. Vannak OnePlus-os skinek, például az órára, vagy mindig bekapcsolt kijelzőre, de mint az iPhone-nál még dinamikus sziget is van, néhány app felrakható a kamera mellé, miközben a háttérben futnak.
Vagy például akár hívást is felvehetsz úgy, hogy a telefont az csak a füledhez emeled, és magától felveszi a hívást. No meg olyan is van, hogyha más arcát érzékeli, miközben a telefont nézed, az értesítéseket elrejti, nem mutatja az értesítések előnézeteit, hogy más nehogy el tudja olvasni. Előre telepített appok pedig nincsenek, egyedül a Netflix van felrakva, de azt amúgy is letölti mindenki. Szóval vannak benne ilyen okosságok, de AI, mesterséges intelligencia az egyáltalán nincs. A szoftver egyébként teljesen jó, bár pár értesítésnél nincsen jól lefordítva, de ez legyen a legnagyobb baja. Ellenben ez a leginkább fluid androidos élmény, de összességében azért a Pixel és a Galaxy szoftver azért szerintem egy kicsit jobb ennél, ez inkább egy kicsit más, és vannak ezek az apró kis szuper funkciók, amik tök jók. A hátlapon három kamera van, egy 50 megapixeles főegység, egy 48 megapixeles ultraszéles és egy 64 megapixeles periszkóp telefotó, az előlapon pedig egy 32 megapixeles selfie egység található. Az elsődleges képei nappali fényviszonyok között jók, elégedett vagyok velük, jó a dinamika tartomány, a vonalélesség és a színek is. Eléggé valóságos színkezelésre programozták be, viszont az áridő egy kicsit lassú, emiatt például a gyorsan mozgó állatokat nehéz vele élesen lefotózni. Kétszeres digitális zoom fotókat is tud készíteni, ezek minősége is rendben van, de látszik a kisebb felbontás. Teljesen jók a képek, de azért vannak ennél szebb képeket készítő telefonok. Az ultraszélessel is jó képek készíthetők, rendben vannak a színek és a dinamika is, de ez is olyan, hogy jók, de azért vannak jobbak. Autofókuszos, tehát tud makrozni, ez közeli tárgy esetén automatikusan bekapcsol, egészen jók ezek a fotók. A telefotó elég jó képeket készít, ez a jobbak között van. 3 és 6-szoros nagyítás is van, mind a kettő jól használható. Közel van a fókusztávolság is, így makrozni is lehet vele, és a makróképek ezzel a kamerával még talán jobbak is, mint az ultraszélessel. Portrézni egy és kétszeres módban is lehet az elsődlegessel, és 3-szoros nagyításban a telefotóval. Előbbi kettő jó, de átlagos, a telefotói viszont nagyon tetszik, kiemelkedő képek készíthetők vele. A selfiekben átlagos ezen a szinten, nem rosszak a selfiek, de nem is kiemelkedőek. Részlet is lehetne több, és a bőrtónusa is lehetne jobb, de összességében nincs vele gondom. Éjszaka az elsődlegesen remek fotók készíthetők, minden szempontból kiemelkedően jók ezek a képek, és itt is eléggé természetesnek hat a végeredmény. Az ultraszélessel is lehet jó képeket készíteni éjjel, de a dinamika vagy a részletesség lehetne azért jobb néha. A telefotó is jó képeket készít, de itt éjjel kevesebb a részlet, valamint a fehér egyensúly is eltér a másik kettőjétől. Videózni maximum 8K-ban lehet, a teszt felvételek viszont a szokásos 4K30 képkockával készültek. A nappali felvételek az elsődlegesen jók, de nem kiemelkedőek, ellenben a stabilizálás az nagyon-nagyon jó, nincs rázkódás, nincs fókuszkeresés, nagyon jól stabilizál. Az ultraszéles felvétele is ilyen átlagosan jók, semmi kiemelkedő, jól lehet használni. A telefotóról is ugyanezek mondhatók el, annyi, hogy 6-szoros nagyításban a stabilizálás már nem működik túl jól. Éjjel az elsődleges, jó felvételeket készít, ezek egészen jól használhatók sötétben is. Az ultraszéles azért lényegesen zajosabb, van frame drop is, de azt mondom, hogy elmegy, nem sötét, mint sok más telefoné. A telefotó viszont nagyon zajos, szemcsés, és 6 és 3-szoros nagyításban is, azt én tutira nem használnám éjszaka. Kamerás fronton azért nincsen az igazi csúcstelefonok szintjén, fotókban elég jó, de videókban azért szerintem középszerű ezen az árszinten. Úgyhogy nézzük is meg az összegzésem. A kialakítás szuper, bár a teljes vizállóság hiánya negatívum. A kijelző az nagyon top, és a hardware is remek, nekem külön tetszik ez az energiatakarékos fókusz, ezáltal az üzemidő is remek, és nagyon gyorsan tölt a telefon. A szoftver teljesen jó, és nagyon jól személyre szabható, és vannak benne ilyen kis apró okosságok, amiket mutattam. A kamerák terén viszont valamelyest azért igazán a csúcstelefonok alatt van, viszont árban is, itthon az Alza forgalmazza hivatalosan, link a leírásban. A kezdő ár 389.990 forint a 12x256 gigás kiszerelésben. Hogyha méretben hasonló telefont keresünk, mint ez, az S24 Plus, ami olyan kézenfekvő konkurens, de az 480.000 forint, és ott még ugye töltőt is külön kell vásárolni. Nos, 90.000 az árelőny, ezért kicsit gyengébb a kamera, és nincsen AI, cserébe viszont jobb az üzemidő, és sokkal gyorsabban tölt is. Az ára szerintem így teljesen reális, ez egy nem tökéletes telefon, de nekem nagyon tetszett a OnePlus 12. Te mit gondolsz róla? Vennél ilyen telefont? Beszéljük meg a komment szekcióban.
Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek tegyél rá egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló mobilos tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer is, viszlát a következő videóban, ciao!